A koronavírussal kapcsolatos tudásunk folyamatosan bővül, ezért a videóban elhangzó egyes ismeretek nem az összes, a későbbiekben elavulhatnak. Ez van. Mert hogy, mi az ott fönn? A nap. Nem emlékszel? Meg kéne már nyírni a szakálladat. A járvány első hulláma, ha nem is mindenhol, de a világ számos helyén már levonult, és hát mit mondjak, nem kis pusztítást hagyott maga után. Az elmúlt évek ilyenkor megszokott adataihoz képest a halálozások száma drámaian megugrott a súlyosan érintett területeken. Ez itt egy európai összesítés, a szaggatott vonala a 10 éves átlag, és mint látható az elmúlt évek influenza szezonja is voltak smafuk, de az idei Covid hullám a patlóba döngöli az összeset a szemöldökével, a szolfés órája közben. A járvány a városi területeken tarolta leginkább, voltak helyek, például Bergamo, New York, ahol a szezonálisan várható halálozás 5-6-szorosát regisztrálták a járvány során. Persze nem mindenhol volt ennyire katasztrofális a helyzet, mert azokban az országokban, ahol ideje korán léptek a járványvédelmi óvintézkedésekkel, és vagy a társadalom szerkezete nem kedvezett a fertőzés terjedésének, Továbbá a lakosság megfontoltabban és fegyelmezettebben viselkedett egy Red Bullos Kondérba esett Mókusnál, ott a halálozási adatok is tartották magukat a többéves átlaghoz. Itt történt például Dániában, Finnországban, Norvégiában és Magyarországban. Verocs, hozd ide a könnyűgyűjtőm Köszönöm. Nem menthetem már ki, mert iszonyat büdös. Nem rogytak össze a kórházak, nem kellett a népligetet temetővé alakítani, mondhatni egész jól megúsztuk. A legszigorúbb korlátozásokat már feloldották, így a kényszerű covid remetességnek, ha nem is teljes egészében, de részben egyelőre legalábbis vége. Sajnos a veszély ettől még nem múlt el. Orvosi egyetemeink felmérése szerint a magyar lakosságnak talán ha 1%-a esett át a fertőzésen, ami igen távol áll a hatékony nyáimmunitáshoz szükséges 60-70%-tól. Hogy mi az a nyáimmunitás? Nos, ezt Zsíros László Robert a Szertár YouTube csatornán kitűnően elmagyarázza az újjaival, mert ilyen tehetséges újai vannak, az egyiknek PhD-je is van, talán ennek, mondjuk csak jogból, az nem túl releváns, mindegy, nyáimmunitás videó, ha érdekel, nézzétek meg. Röviden a nyáimmunitás lényege a következő, minél többen esnek át a fertőzésen, vagy kapnak vakcinát, annál lassabban terjed a járvány a népességben. A nyáimmunitás tehát gyenge, a kórokozó még mindig jelen van az országban, tehát nem hülyeség a továbbiakban is odafigyelni az általános higiéniára, Folytatni a társadalmi távtartást és a népes, zárt helyeken történő maszkviselést. Adott helyzetben kötelező is. De ha így áll a helyzet, akkor jó ötlet volt enyhíteni az eddigi korlátozásokon? Nos, ezt biztosan nem tudhatjuk, de, mint kiderült, az embernek néha ki kell mozdulnia otthonról pénzt keresni, ahhoz, hogy enni tudjon, és ami talán fontosabb, ahhoz, hogy adózni tudjon. Az első akadályt jól vettük, és most így néhány hónap után azért a gazdaságot is hagyni kell egy kicsit lélegezni. Húzd meg, erezd meg játékot játszunk mi is, és számos más ország is, és reménykedünk benne, hogy az erezd meg időszakát minél hosszabban el tudjuk nyújtani. Több faktor is van, amely miatt ebben óvatosan bizakodhatunk. Egyrészt a járvány kitörése óta eltelt időben az átlag ember jóval tudatosabbá vált a személyes védekezést illetően, másrészt a jó idő beköszöntével a társas együttlétek a korábbinál gyakrabban történnek szabad levegőn, mint zárt térben, ami nem kedvez a fertőzés terjedésének, Harmadrészt a hőmérséklet emelkedésével és a napsütéses órák számának növekedésével, Csökken a vírus környezeti túlélése. Na most, hogy ennek mekkora jelentősége van, vagy nincs, arról már korábbi videóban beszéltünk. És negyedrészt a bőrünket többet éri napsütés, pláne ha ki is mozdulunk otthonról ami feltétele a szervezetünkben történő D-vitamin képződésnek. És ha meldöngetve dübörög a vérünkben a D-vitamin, ha magabiztosan buzog a vérünkben a D-vitamin, ha a téli hónapokhoz képest kevésbé szánalmasan vonszolja magát a D-vitamin a vérünkben, akkor jobban ellenállunk bizonyos légzőszervi fertőzéseknek. Na most ez Covid esetében még nincs 100%-ban igazolva, de a ráutaló jelek egyre meggyőzőbbek. Szóval reménykedünk benne, hogy az imént felsoroltak kombinálva a megmaradt óvintézkedésekkel elegendők ahhoz, hogy átvészeljük a nyarat újabb fertőzési hullám nélkül, úgy, hogy közben még a gazdaságot és a társadalmat se küldjük vissza az ipari forradalom előtti időkbe. Az élet újraindulásával persze többször kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor felmerül bennünk a kérdés, vajon megfertőzöttem? Én nem vagyok fertőző? átestem -e már a fertőzésen? Védett vagyok-e a vírussal szemben? Vannak, akiknek az életmódjuk, veszélyeztetettségük miatt ezek az első gondolataik reggelente. Férfiaknál inkább csak másodikak. A megválaszolásuk más-más filozófiát és más teszteket igényel, amivel az átlagember nem feltétlenül van tisztában, amikor hirtelen felindulásból korona tesztet rendel az interneten. Rendben, drágám, ha neked szabad Louis Vuitton táskát venned, akkor nekem szabad koronavírus tesztet. Tizet. Mit mondtál? Nem értettem. Azt, hogy mennyire szeretlek. Ma már sokféle teszt kapható a piacon, akár olyanok is, amelyek otthon a konyhaasztalon elvégezhetők, miután félre a fűrtojás rántottás csetreszt de mit mutatnak ki valójában ezek a tesztek, és milyen következtetéseket lehet és nem lehet belőlük levonni. A fertőzöttség és a fertőzőség igazolásához vírus kimutatásra van szükség. Ehhez ugyebár mintát kell venni a pácienstől, amit elvileg bárhonnan lehetne a testből, de nyilván onnan fogjuk, ahonnan praktikusan megoldható, és ahol a vírus nagy valószínűséggel jelen is van. Ezért például nem a negyedik agykamrádat csapolják meg orosz buvárszivattyúval, hanem benyúlkál az orrodba meg a torkodba egy pamacsos végű pálcikával egy űruhás alak, és léguti váladékot vesz, vagy te magad veszel váladékot, és elküldöd futárral a mintát. A mintát aztán a klinikai diagnosztikában úgynevezett polimeráz láncreakció vizsgálatnak vetik alá, ami az angol rövidítése alapján jobban ismeretes, ez a PCR eljárás, ami egy sajátos technikája a vírus detektálásának. Tegyük fel, hogy adott egy terület, ez legyen a mintánk metaforája, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy Kálmán, vagyis a vírus, nem rejtőzik-e rajta valahol. Délkeletről behatolunk egy kisebb kommandóval, és bokorról-bokorra átfésüljük a területet. Várjál, hogy... várjál, várjá, jobb ötletem van. Mi volna, ha nem konkrétan Kálmánt keresnénk, hanem a beleit. Bocsáss meg, a micsodáját? A beleit. Tudod, ami a hasába van, tekereg, és mondja néha, hogy... És ez... Mi, ha, hogyan? Hát úgy, hogy vettem tavaly Black Friday-kor egy bél és ha azt beküldenénk a területre, akkor lemásolná Kálmán beleit, már feltéve, hogy Kálmán ott van, és ha már hegyekben állnak a belek, akkor ezt könnyen észrevesszük. Ez... ez ötlet. Na, körülbelül így működik a PCR. Felismeri a vírus részecske belsejében lévő örökítő anyagot, az RNS-t, és egy polimeráz nevű másoló enzim segítségével rengeteg kópiát készít róla. A másolatok DNS formátumúak, aminek semmi jelentősége, csak azért mondom, mert különben valaki tutira nekiállna fikázni a kommentek között, hogy na, a sötét zállatorvos azt se tudja, hogy a PCR DNS csinál, nem rns -t. Biztos tombolán nyerte a diplomáját. Mindegy. Az örökítőanyag tömeget észleli a készülék szenzora, ez adja a pozitív eredményt. Ha nincsen a mintában vírus RNS, akkor nem történik semmi. Oké, de mennyire megbízható ez az egész? Mert ugye a mintában mindenféle baktérium meg anyám rns erenese ott lehet, azokat nem találja meg és szaporítja fel a PCR. Tehát, ha kálmán belei nincsenek benne a mintában, de mondjuk piroskáje igen, akkor arra nem jelez be tévesen a PCR vizsgálat. Nos, a polimeráz láncreakció, mint technológia, az lehetőséget ad arra, hogy különféle rokon kórokozók általános, közös, erenes szakaszára keressünk rá vele, ha ezt szeretnénk, de arra is, hogy csak konkrétan egy kórokozófaj örökítő anyagát detektáljuk. A SARS koronavírus 2 PCR teszt ez utóbbi csoportba tartozik, tehát csak és kizárólag az új koronavírusra mutat pozitív eredményt, semmi másra. Szakszóval élve, gyakorlatilag 100%-ban specifikusnak tekinthető. Egy diagnosztikai módszer specificitása azt fejezi ki, hogy hány százalékban nem vádolja meg a negatív eseteket azzal, hogy pozitívak ami a 100%-ból visszamarad, azok a fals, tehát hibásan pozitív eredmények. Egy 90%-ban rabló specifikus rendőr például 10 ártatlan járókelőből 9-et helyesen azonosít, de egyet rablónak néz. Jó napot, biztos úr! Szép időnk van, igaz? talán egy kicsit borús. Szóval, ha a PCR teszt pozitív eredménnyel zárul, akkor gyakorlatilag biztosak lehetünk benne, hogy SARS koronavírus 2 RNS-ére bukkant, és nem valamilyen más jelentéktelen koronavírus talált, amelyik éppen a légutainkban wellness különösebb következmények nélkül. Tehát akkor a pozitív PCR-teszt azt jelenti, hogy biztosan fertőzöttek vagyunk? Majdnem. Ugyanis a PCR vizsgálat nem csak akkor pozitív, ha megtalálja a komplet kálmánt a maga teljességében, hanem akkor is, ha csak a parlagon heverésző beleire bukkan rá. És bizonyos esetekben előfordulhat, hogy gyógyulás után még ürülnek belőlünk döglött vírusmaradványok, így a vírus rns -e is, amire a teszt bejelez. Viszont ha életképes vírus nincsen a testünkben, akkor fertőzöttek sem vagyunk, hiába a pozitív a PCR eredmény. Hova tovább, ha nem ürül belőlünk élő vírus, akkor fertőzőnek sem tekinthetjük magunkat. Ha pedig ürül, akkor sem mindegy milyen mennyiségben. Ha sok vírusrészecskét köpünk, köhögünk, tüsszentünk, brofantunk a környezetbe, akkor nagy eséllyel fertőzünk, ha keveset, akkor kis eséllyel. Tehát a pozitív PCR eredmény körül azért vannak apró bizonytalansági tényezők, de a gyakorlatban mindenkit, aki ezzel a tesztel pozitív, azt fertőzöttnek, illetve fertőzőnek érdemes tekinteni, amennyiben praktikussági vagy egyéb okokból további pontosító vizsgálatokat nem végzünk. Na és hogyan lehetne akkor pontosítani, hogy ürülte élő vírus vagy sem? Nos, úgynevezett vírus izolációt kell végezni, ami egy komplex laboratóriumi eljárás, sejteket kell hozzá tenyészteni egy petricsészében, majd ráoltani a mintát, és megnézni, hogy szaporodik-e benne a vírus, és ha igen, akkor azonosítani, mondjuk PCR eljárással. Erre nyilvánvalóan csak bugyborékoló lombikok közt sátánian kacagó virológusok alkalmasak. A vírusizolációt a rutin klinikai diagnosztikában nem végezzük, de a kutatásban fontos szerepe van. Na de mi a helyzet akkor, ha a PCR teszt negatív? Akkor biztos, hogy nem vagy fertőzött? Itt beúszik egy másik fogalom, mégpedig az érzékenység vagy szenzitivitás, ami azt fejezi ki, hogy a teszt a valóban pozitív eseteknek hány százalékát találja meg. Amelyeket nem talál meg, azok lesznek a fals negatívak. Az előbbi példánál maradva, ez itt egy 90%-ban rabló szenzitív rendőr. Hello, biztos úr! Véletlenül a rossz házba mentem be, és valahogy beleesett a zsákomba ez a késő reneszánsz szobrocska. Na, menjen haza, fiatalember! Hát, és én? Nos, a PCR eljárás nagyon szenzitív, tehát igen kis mennyiségű vírus felett sem siklik el, de előfordulhat olyan, hogy az orr és garatüregben, ahonnan ugyebár a mintát vesszük, nincs jelen a kórokozó, miközben az alsóbb légutakban ott van. Ilyenkor a mintavételezés korlátai miatt a fertőzött embereknél is negatív eredményt kapunk. Az, hogy a negatív teszteknek hány százaléka ténylegesen negatív, sajnos nem tudjuk pontosan megmondani, mert kellene hozzá egy olyan tuti eredményt adó gyakorlatias mintavételezési technika, ami összehasonlítási alapként szolgálhat. Ilyen volna például az úgynevezett üvöltő turmix eljárás, vagy screaming blend angolul amelyben az egész testet ledarálják és összekeverik, majd ebből vesznek mintát a PCR vizsgálathoz. Na most a WHO már egy ideje nem javasolja ezt a technikát a humán diagnosztikában. Ennek fényében a negatív eredmény megbízhatósága a körülményektől függ. Ha nem ismert olyan tényező, ami miatt fertőzött lehetnél, akkor nagy valószínűséggel stimmel a negatív teszt, de ha ismert, például tüneteid vannak, vagy érintkeztél covidos emberrel, akkor azért fenntartással kell kezelni a negatív PCR-t. Éppen ezért a gyógyultnak nyilvánítás kritériuma a betegség után nem egy, hanem két negatív teszteredmény két egymást követő napon. Na de ez vajon elég? Mert ugye olvastuk, hallottuk, hogy előfordult már olyan, hogy valaki kétszeri negatív eredmény után később visszaváltott pozitívra. Dél-Koreában például több száz ilyen esetet regisztráltak. Na most ilyenkor mi a pék van? Ezekben az emberekben hazudtak a negatív tesztek, vagy a fertőzésük kiújult, esetleg újra fertőzöttek? Vagy ez az egész csak az 5G osztályos illumináti kisiskolások machinációja? Nos, igen, kb. ezek a lehetőségek vannak, kivéve az 5G-t, az hülyeség, de a szakik úgy gondolják, hogy a látott adatok, a már említett jelenségek következményei, tehát gyógyulásnál a felső légutakból eltűnt a vírus, negatív eredmény, de azért később a mélyből ürültek a tüdőhámsejtekkel együtt az elpusztult vírusok roncsai, pozitív eredmény. Tehát az elképzelés az, hogy ezek a gyógyult majd újra pozitív páciensek, se nem fertőzöttek újra, se nem a régi fertőzésük újult ki, hanem egyszerűen ilyen sokáig is eltarthat a döglött vírus maradványok ürülése a szervezetből. A nem fertőző státuszt igazolandó az ismételten pozitív mintákból vírus izolációt is végeztek a bugyborékoló lombikok közt sátánian kacagó virológusok, és élő vírust sehonnan sem sikerült kimutatniuk. Tehát akkor az újrafertőződés biztosan nem lehetséges? Hát mi biztos az életben? Örülök, ha a klotyót ott találom reggel, ahol este hagytam. A fertőzés leküzdése védettség kialakulásával jár, máskülönben meggyógyulni se tudnánk, de hogy ez a védettség milyen erős és mennyi ideig tart, azt sajnos egyelőre nem tudjuk. Jó, az nyilván kiderült volna, ha a jelentős számban újra megbetegedhetnének az emberek, ilyet egyelőre nem tapasztaltunk de ha a védettség csak részleges, akkor tünetmentes fertőzések előfordulhatnak anélkül, hogy felbukkannának a radaron, hiszen a gyógyultakat nem tesztelgetik újra rutinszerűen a későbbiekben. Az is lényeges persze, hogy amennyiben újrafertőződés bekövetkezik, akkor az érintettek maguk képesek -e továbbadni a fertőzést. Egyelőre igazoltan újra fertőződött és ismételten fertőző emberről nincsen tudomásunk. Azért ezt tegyük hozzá, hogy még az első betegek is csak olyan 5 hónapja gyógyultak meg, így ezt nem tudjuk, hogy ennél nagyobb időtávlatokban hogyan alakul a védettség. Sajnos a koronavírusokra általánosságban jellemző, hogy nem adnak örökké tartó védettséget, jó, ha néhány évet kapunk, felfüggesztve, és az sem immun immunitást jelent. Labzárta után érkezett, újabb tanulmányok afelé mutatnak, hogy sajnos a SARS koronavírus 2 is hozza az általában jellemző papírformát. Oké, okay, tehát népesség és idő szintjén lehetnek bizonytalanságok, de vajon konkrét szeméről meg tudjuk-e mondani, hogy átesette a fertőzésen és kialakult-e benne megfelelő védettség? Erről fognak csattogni az ajkaim a következő részben. Tehát akkor mit kell csinálnom? Le van írva a szerződésben, a negyedik oldalon azt hiszem. Mi a f A videóban elhangzott szakmai információ hitelességét Kemenesi Gábor és Rusvai Miklós virológusok ellenőrizték. Köszönöm nekik! Patreonos követő táboromat külön hála áradat illeti meg. Ígérem mindegyiküknek személyes rabszolgája leszek a túlvilágon.